650 ez a nagyobb, 550 a kisebb. 350 és 650 forint között árulja a kajszi barackot ez a bátaszéki férfi a szekszárdi piacon. A gyümölcsöt ő maga termesztette, ezért jóval olcsóbban tudja adni, mint azok, akik a nagyban is szerzik be. Kajszi barack az lefagyott, ott pár kiló van csak a fákon, az őszi barack nálunk ott bátaszéken a domboldalon jó. 1400 forint ennél a másik standnál a kajszi kilója. Idén az időjárás kifejezetten kedvezőtlen volt a gyümölcs termesztők számára, emiatt került több mint 1000 forintba egy kiló barack. De sajtóhírek szerint a fővárosban a hazai sárga barack még ennél is sokkal drágább, kilónként 2500-2800 forintért kínálják. A drágulásról a tavaszi fagyok tehetnek, amik miatt alig lett barack. A sárga barack az sokkal drágább, szerintem az őszi barack az... Talán csak egy picit. Mi az, ami a családban legjobban fogy? Cseresznye, barack? Minden gyümölcs. Mindent szeretünk. A cseresznyért is többet kell fizetni, mint tavaly. Ebből a gyümölcsből is alig termett idén. Ez a dunaföldvári férfi saját maga termeszti a gyümölcsöt, 700 forintot kér kilójáért, de 800 és 900 forintért is látni máshol cseresznyét, sőt, még akár ennél jóval többért is. Van, ahol drágább. Én a múltkor láttam 2000 forint felett. Én saját termést árulok, én ezért az árért árulom, amit ki van téve, és visszatérő vásárlóim vannak, akik meg vannak elégedve az áruval. A rekord alacsony termés miatt a hazai gyümölcsök szezonja idén jóval korábban is fog véget érni, mint a korábbi években. Így az év nagy részében valószínűleg a magyar emberek import gyümölcsöt lesznek kénytelenek vásárolni.